Maja Lönde, hónővér, 21. fejezet. Kimelegedve és lélekszakadva értem a temetőhöz. Hangtalanul terült el, a sötétben, de sok síron frissen gyújtott mécsesek égtek. Megkerestem Junoét, és egy darabig csak álltam mellette. Sötétnek és magányosnak tűnt. Azt kimentem, bárcsak hoztam volna magammal egy gyertyát, de erre most nem volt idő. Nem azért jöttem. Megfordultam és körbenéztem. A temető nagy volt. Sorokban álltak benne a sírok. Sokkal több, mint amennyit meg tudtam számolni. A temető fái között ki tudtam venni a fjordot. Ott tűnt el Hedwig, gondoltam magamban, és hirtelen végigfutott a hátamon a hideg. Lassan elindultam. Minden egyes sírnál meg kellett állnom, hogy lássam, ki nyugszik benne. Mennyi név, tűnődtem el. Milyen rengeteg halott. A legtöbben sokáig éltek, 70-80 évig is. Néhol azonban olyanok nyugodtak, akik gyerekkorukban meghaltak, amit abból láttam, hogy a születési évük és a haláluk éve között csupán néhány év telt el. Valahányszor egy ilyen sírnál álltam meg. Elszomorodtam. Egy-egy síron a név mellett egy rövid vers vagy néhány kedves szó is állt. Ezeket is elolvastam. Szeretünk, hiányzol. Az emlékekben találkozunk. A szívünkben élsz, sosem feledünk. Szép álmokat, kedvesem. Akik szeretnek, akit szeretnek, az sosem hal meg. Tehát az idő, szinte elveszítettem az időérzékemet. Lehet, hogy perceket töltöttem ott, de lehet, hogy már órákat. S hirtelen úgy éreztem, nem fog sikerülni. Nem fogom megtalálni Hedwig sírját. Egyszerűen túl sok sír volt. Túl sok név, túl sok halott. Csak álltam egy helyben. Lehűlt az idő, fázni kezdtem. Látszott a lehelletem, gomolygott a sötétben. A zsák még mindig a hátamon volt. Az egyik korcsolya a vállamat dörzsölte. Nem fog sikerülni, gondoltam magamban. Örökké itt bolyonghatok, hogy megtaláljam. De aztán hallottam valamit. Halk léptek közeledtek mögöttem. Gyorsan hátrafordultam, egy árnyékot vettem észre a fák között. Aztán egy halk hang így szólt. Itt van. Sietve elindultam a hang felé. Ha-hó! Az árnyék azonban eltűnt. Én viszont mentem tovább, és akkor megláttam a sírt. Hedwig Hansen állt rajta. Nyugodj békében. Nagyot nyeltem. Egész idáig, ugyanis titkon abban reménykedtem, hogy az egész csak szamárság. Hogy Hedwig egy igazi húsvérember. Nem halt meg, és nem fekszik itt a temetőben. Ám mégis itt volt. És mégsem. Tudni illik, az a Hedwig, akit én ismertem, ugyanolyan eleven volt, mint én. Akármennyire meghalt is már. Lehet, hogy a földben nyugszik, lehet, hogy már régen áporlatt. Mégis itt van még mindig. Itt él közöttünk. És ekkor újra megjelent. Egy árnyék levált a fákról, és elindult felém. Lassanként egyre határozottabban körvonalazódott. A piros kabátja göndör haja, a sok szeplője és a szeme, amely élesen világított. De nem az örömtől, mint általában. Egy szót sem kellett szólnia ahhoz, hogy megértsem, hogy érzi magát. Hedwig szemében a kétségbeesés fény lett. Hedwig, szólaltam meg. Ne haragudj azért a butaságért, amit mondtam. Nem gondoltam komolyan. Bocsáss meg. Elindultam felé, csak szorosan meg akartam ölelni, de volt benne valami, ami megállásra késztetett. Úgy tűnt, mondani készül valamit. Ám most először nehezére esett kiejteni a szavakat. Nem a te hibád volt, dadogta. De igen, erősködtem. Az én hibám, hogy még mindig itt vagyok. Nem igazán fogtam fel, ezt hogy érti, és ez bizonyára látta is rajtam, mert megpróbálta megmagyarázni. Rettenetesen félek a haláltól, közölte. Olyan szép volt az élet, legalábbis az enyém. Imádtam élni. Igen, ő is mondta,
feleltem. Kicsoda? Henrik, a bátyám? Arra gondoltam, hogy ha itt maradok az emberek között, akkor bizonyos értelemben mégiscsak tovább élek. Csak vártam és vártam, senki sem látott, és senki sem hallott, azelőtt, hogy te megjelentél. Talán egyedül Henriket leszámítva. Gyakran megpróbáltam kapcsolatot teremteni vele, de azt hiszem, néhányszor megpillantott. És olyankor nagyon boldog voltam. Valóban megpillantott, helyeseltem. Hedvig arca felderült. Tudtam. De ez csak elszomorította, jegyeztem meg. Hedvig arcáról eltűnt a mosoly. Ó, mondta. Ezt igazán nem akartam. Henrik azt szeretné, ha tovább lépnél, folytattam, és nyeltem egy nagyot. Én is azt szeretném. Nem tudtam biztosan, hogy ezt komolyan mondom-e, mert éreztem, hogy annyira fog hiányozni Hedvig, hogy már is minden porcikámat átjárja a fájdalom, egészen az új begyeimig. De tudtam, hogy az ő kedvéért ezt kell mondanom. Van itt valami számodra, jelentettem ki. Sietve levettem a hátizsákomat, és elővettem belőle a korcsolyáját. Amint meglátta, összerezzent. Oda nyújtottam neki, de nem akarta elvenni. Minek ez nekem? Ma 50 éve történt, mondtam. Éppen ma délután. Tudom én, felelte. Számoltam az éveket, a napokat, sőt az órákat is. Nem muszáj felvenned, folytattam. De szerintem sétáljunk le a fjordhoz. A fjordhoz. Hirtelen remegés fogta el Hedviget, mintha erőszél ragadta volna meg. Együtt megyünk, tettem hozzá. És egyelőre semmire sem kell elszánnod magad.